Itt vagyunk Szentendrén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián. Mellettem Krizsán Szabolcs százados, a Magyar Honvédség sportszázadának századparancsnoka. Szabi, mondj kérlek három dolgot, ami a legjobban jellemzi a katonasportolókat. Határozottság, céltudatosság és a fegyelmezettség. Te miért szereted azt, amit csinálsz? Magyarország, de megkockáztatom, hogy az egész világ legjobb katonasportolóival dolgozhatom együtt. És jó érzés, hogy olyan egységet vezetni, aki a sportpályákon az egész országon szerez dicsőséget. Szerinted ők miért csatlakoztak ehhez a kötelékhez? Inspiráló volt számukra a kettős életpályamodell lehetősége, hogy ilyen sportolói pályafutásukat befejezve a honvédség kötelékén belül folytassák a karrierüket. Büszke vagy rájuk? Mindenképpen büszke vagyok rájuk, jó érzés velük dolgozni, igen.